ez az ügy, ez mindannyiunkon túlmutat. Ez a hatalomnak az egyik legszebb példája arra, hogy hogyan tud nagyon piti, alattomos, kicsinyes lenni, csupán személyes gyűlöletből. Semmi értelme nincs annak, ami történik. Cserébe viszont több ezer gyermek, kiszolgáltatott, szegénységbe jövő család, munkavállalók a Gábor intézményeiben, és őszinte vallásos keresztény embereket hurcolnak meg. Én szeretném, hogyha több olyan proféta lenne Magyarországnak, mint Iványi Gábor, akit nem csak hogy érdemes, hanem nem lehet nem követni, úgyhogy köszönöm, hogy ti itt vagytok, és most követitek őt. Ja. Mi követünk? Köszönjük szépen. Nagyon büszkék vagyunk annál. Azért ez borzalmas, hogy itt tartunk 2024 Magyarországán, hogy a legelesettebbnek segíteni kívánó, a lelkészi hivatását teljes mértékben betöltő Iványi Gábor ellen egy ennyire mondva csinált dolog történjen. Nagyon köszönöm, hogy itt vagytok mindannyian. Ezerféle aspektusa a magyar közéletnek itt van, akkor is, hogyha nem több ezeren vagyunk, és én nagyon büszke vagyok arra, hogy itt van az én politikai közösségem is, és itt vannak olyanok is, akikkel talán nem egy pártpolitikai közösségbe tartozunk, de mindenképpen egy morális mérce alapján akarjuk megváltoztatni Magyarországot, úgyhogy köszönöm nektek.